Fogy. Na, Zeljava Airbase. Kevin megcsipte egy darázs. Igaz? Baszodjon meg. Benzinkút nincs, pedig tankolnunk kéne, de hát így szép az élet. Hazaajlik. Közelebb kéne hozni a motorokat. Túl közel álltunk hozzá. Túl messze, meg kell. Belemászunk. Persze. Ott a lépcső föl. Igen. Mindjárt menjünk be. Ez a horvát csákberényi metró. Jó. Ú, de jó. Ez olyan, mint a Madagaszkárban a repülő. A majmoknak a főhadiszállása. Alig férek itt el, basszus. Kabrió. Várjál. Nem tudom. Igen. Itt vagyok, szevasz. Kabrió! Nem tudom levenni, a kezem fölakadtam, várj! Jó. Jaj! Hoznom kellett volna a GMS matricát. Na most akkor mi lesz? Mi? Toljuk egymást, hogy mi történjen? Nem nőjetek meg nagyra! Hú, de jó hideg van. Elég szűrös van vele. Vigyázz itt a lécekre, palló. Én egy vizet azért itt vennék. Na, megyünk be, mindjárt csak iszunk. Na, kávé, hamburger, víz, sör megvolt. Megyünk megnézni a hegy gyomrát, illetve a kifutó pályát. Nagyon meleg van, gyerekek. Hű, vannak buggyval is. Engem követ egy darázs. Nem látok. Nagyon jó!
ott a luk. Kimenjünk, sétáljunk egyet? Sétáljunk be? Akartok sétálni egyet? Vagy... Aha. Nem? Mi lesz nagyobb pályát az egész? Hát akkor meg kifutópálya? Kifutópálya. Először menjünk végig rajta, hogy minden oké-e. Lassan. Azért ez így baszó. Azért ez így baszó, nem? Ez így elég kemény. Kurva jól néz ki. Drag me. Megnézzük, hogy felgyorsulunk 100-ra, és a harmadik duda után te is húzol hatodikba egy nyílgázt, meg én is. Jó. 100-ra gyorsulj föl, mert neked jó az órád. Kíváncsi vagyok, hogy a leáttételezéssel mennyire erős. Hányadik sebességből? 6. Ja. Akkor megyek én is. Jó. 100-nál harmadik dudára, jó? Jó. Dávid, bazd meg. Hoci. Húj. Meg majd visszafele gyorsulhatunk egyet. Én szerintem csak egyet megyek, mert végén megyek a tanknak. Igen? Tehát akkor nem jövünk már vissza? Jöhettek. De akkor te már nem jössz vissza. Jó, akkor annyira nekem most egyenes, oké, ennyi. Nézzük meg akkor, hogy kíváncsi vagyok. 100-ig simán. Nyilván minél hamarabb jó lenne elérni a 100-at, de nem izé, csak 100-nál állj meg, mutassátok, hogy oké, ti, és akkor harmadikra... Mi? Ki dudál? Én. Jó.
És akkor harmadikra kipróbáljuk, jó? Számolni 6-ig? Hatodikban voltál? Nem, az volt, hogy én a 100-as nem értem el. Amikor beérták titeket, akkor a 110-nél voltam. Ja, de hányadikban? Amikor beérták titeket, akkor a 110-ben voltam, és akkor én a 3-ban voltam. Én már 6-osban rég. Tehát, amikor beérte a titeket, amikor egy sorba lekerültünk, akkor voltam 3-asban, 110-nél. Á, de miért nem váltottál föl hamarabb? Meggondoltam, utána gyorsulunk. Hát mondtam, hogy 6-odikba. Igen, de a 100-at el akartam, én már azt beszélt meg, hogy 100-ről indulunk. Igen. De nem sikerült, mert nem váltatok be. Ja, akkor még egyet. Így nem zabál annyit. Harmadikból indultál el? Aha. Nem, egyesből indultam, csak... Nem, amikor húztuk. Hát igen, hát azért mentem el, ott... De figyelj, válts föl minél hamarabb. Én felhúztalak. Mi? De az 1000-es. Jó. Na, én is meglepődtem, mi a faszom, bazd meg, ez gyár, hogy megy ez? Indulj el te először, jó? Igen, indulj el, mutasd te, amikor 100 és 6-odik, jó? Doktor úr! Az volt? Igen. Akkor nagyon nagy a különbség, bazd meg. Nagy. Húha. Jó, akkor benzinkút. Igen. Benzinkút. Utána nem húztam. Ja. Nagy a különbség amúgy. Kútra menjünk tankolni, megvan a cím? De amúgy geci jó ez a reptér. Ha. Nekem bejön, itt lehet egy kicsikét így állatkodni. Vagy így hegybe bevágtak egy ilyet. Nagyon komoly. Még ott oda megyek, akarok telóval képet lőni, jó? Jó. Megyek veled én is oda. Kevin, oda megyünk, amíg beírod, jó? Menj ki balra, jó? Menj ki balra!
Na, azt nem kellett volna. Mit? Most gyulladt ki? Igen, és nem is 45-t ír, hanem 25-öt. Nem. Közel álljak, vagy távol? Egyedül akarod? Állhatsz oda mellé. Csak ugyanolyan szőbb álljál. Kb? Még egy kicsit forduljál. Merre? Amerre elkezdtél. Kicsit lefelt vissza. Tudja. Kerék egy vonalban van? Éppen, hogy csak ide értünk. Itt baszott nagy fejed lesz. De hát téged foglak venni, nem 360-ba magamat szerintem. Ja. Sikerült tankolni. Ja. Nekünk nem is világított még, Kevinnek meg már volt benne, vagy egy kilométernyi. Úgyhogy ugyanott tankoltunk. 5 kilométert még tudott volna. Na ezért se kéne ezres. Minden drágább az ezresen. Oké, hogy... 197 kilométert ment egy tankol. Wow, az jó. Az egész jó. Az jó, ja. Na, nem sokára. Már ott kéne legyünk 3 perc múlva a szálláson, és kb. Másfél órára vagyunk, de nem baj. Egyébként 511 kilométerrel tartom. Na, az egész jól hangzik. Akkor most már egy kicsikét tempózzunk, amíg odaérünk a szállásra, jó? Találunk oda. Hát megmutat, elküldte a képet, meg a pint, azt be kell nyomni. Én 500%-on vagyok. Neked telód mennyin van? Feltöltötted, nem? Aha. Jó. Akkor pint benyomod, aztán indulás. Onnan Tali.
te kurva! Ez kemény volt! Hú, bazd meg! Úgyse kell forogják, mert mindenki benne ja, lesz. Na, az a harci helyzet, hogy megérkeztünk a szállásra. Úgy, de ki van égve a kép. Szóval igen. Erős a naplemente. Lehet, mindjárt állítok rajta. Ez a kecó. Mindenki lefürdött, megyünk be a kikötőbe vacsorázni, aztán veszünk estére pár sört, és ezen a csodálatos teraszon sörözünk. Lehet. Előfordulhat. Na jó, figyelj, én ezt akkor becsukom, aztán menjünk, nem? Abból jó TikTok videók lesznek. Így van. Holnap megmotorozás. Yes, sir. Kaján Natali. Na, ez igen.
Azért itt elég komoly kaják vannak, hogy kinézetre. Na, kaptunk helyet Szenny legjobb éttermében, így van, ahol szerettem volna. És itt az a nagy előnyünk, hogy lehet egy sörrel vezetni. Úgyhogy egészségetekre! A magyarok meg dugják fel azért a toleranciát. Én nem látjuk, nem lehetett. Csak fölemelem, hogy... Ilyen, itt körbe. Majd jelentkezünk a kajákkal. A főételeket, azokat elfelejtettük fölvenni videóra, mert annyira éhesek voltunk és jól néztünk ki. De kép van. Arról bevágok majd egy képet. És itt pedig a desszertek. Az micsoda? Ez van egy almáspitel karamell öntettel, vagy? Így van. Igen. Csoki is itt díszítésre. Az pedig? Ez egy csoki torta fullba. Csokiba. Az intenzív diabétesz. Jöhet. Sör mellé, tészta mellé, szóval sütike. Hogy felezzük el őket? Teszed a felét, aztán én leszem a cserél. Jó. Nagyjából itt van a fele. Teszed a karamellás részét. Itt a fele. Aha. Kevés karamell marad neked. Hogy neki is maradjon szósz. Nem a legjobb részét, ezt kapcsolom. Mi? Nesztvik van rajta. Az a csoki szósz? Na hát igen, amúgy itt vagyunk a, mi ez? Kodveszka, ez hozta a TripAdvisor a legjobb étteremnek itt Szenyben, és tényleg le a kalappal zseniális volt amúgy a tészta nekem. Dávid, neked a risotto, tengeri gyümölcse is etettünk mindketten, Kevin pedig csavapozott. Ugyan, az is. Ha már itt vagyunk Horvátban, akkor azt kell lenni. Hát én meg tengeri gyümölcse ízek, nem csak csavapból áll a horvát konyha. De az van minden tengerparton, nem? Hát de ettől függetlenül finom volt. Meg nincsen. Hát nincs. Nápolyi pizza sincs mindenhol. Na, megyünk, lesülön, keresünk egy boltot. Milyen hamar betolta, azt figyeld. Csak is voltam, azt is. Keresünk egy kis boltot, veszünk pár sört testére, aztán kiülünk a teraszra egy kicsit dumálgatni. Meg megpihenni. Holnap pedig reggel 6-kor indulunk a 8-as úton motorozni, illetve Pagra benézünk, onnan kompozás vissza. Úgyhogy stay tuned, next episode. It's not true.